Az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítása, amely tavaly decemberben nyílt, Hütti Vadar Óbudai porcelángyárának és utódának, a Aquincumi porcelángyárnak állít emléket. Tulajdonképpen a kiállításunk, amelynek a kivitelezését egy körülbelül 2 éves kutatómunka előzte meg, mert gyakorlatilag majdhogy nem a nulláról kellett indulnunk. Óriási szerencsénk volt a kutatás mellett, hogy sikerült fellelni a családnak leszármazottait, ükunokáit és dédunokáit, akikkel sikerült felvennünk a kapcsolatot, illetve az Aquincumi gyárban egykor dolgozó hölgyek közül is nagyon sokat megtaláltunk. Őtőlük nagyon sok információt, illetve a családtól rengeteg dokumentumot, fotót és porcelánokat is kaptunk. Közben természetesen vásároltunk is, úgyhogy a múzeumnak a Hütli, illetve Aquincum porcelán gyűjteményét sikerült a pár darabról 300-400 darabra szintén felfejleszteni. Rengeteg újságcikk méltatta a cégnek a gyönyörű porcelánjait. Egyes cikkek azt is kiemelik, hogy gyakorlatilag herendet meghaladó minőségűek voltak ezek a porcelánok. A Hütlő gyár nevéhez fűződő 2 igen fontos kísérleti eredmény kapcsolódik. Az egyik az úgynevezett rózsaszín porcelánmáznak a kikísérletezése volt, amelyel nagyon sok porcelángyár kísérletezett, és gyakorlatilag valamilyen eredményt el is értek, csak nagyon drága volt az eljárás, mert aranyvegyületet kellett felhasználni az eljáráshoz. Sikerült ezt a mázat úgy előállítani, illetve ezt a színezést, hogy nem használt fel hozzá aranyvegyületet. Ezeket a rózsaszínű porcelánokat Color Rosé Hütlnek nevezték. Igyekeztünk bemutatni a porcelánok változatosságát színvilágban, díszítésben, mintakincsben. Ami szintén egy óriási dolog volt, hogy a család segítségével kaptunk korabeli katalógusokat. Ugye a Hütti Vadar a Dorottya utcai üzletét rendszeresen reklámozta, hirdette újságokba is, illetve saját maga adott ki változatos katalógusokat. Ő maga úgy nevezte, hogy az állandó dús raktárunk készletét ajánljuk a kedves vásárlók figyelmébe. Ugye nem csak rózsaszín mázzal kísérleteztek, hanem ezen kívül nagyon sokféle színben készültek a kávés és teás készletek. Itt például egy sárgát láthatnak, kéket is, illetve egy ilyen halványlilát, bordót, de ezen kívül barna, sötétkék, türkiszkék, a zöldnek is, a sárgának is többféle árnyalata volt az, amelyek készültek. Elsősorban étkészleteket gyártott, kávéskészleteket, teáskészleteket, kisebb mértékben gyártottak figuráris porcelánokat. A legtöbb porcelán cég, így a Hütlő cég is porcelánjait úgynevezett fenékjegyekkel jelölte meg. Először a császári és királyi udvari beszállító címet kapta meg Hütti Vadar 1883-ban, és 1903-tól kezdődött meg a császári rendelésre ezeknek a porcelánoknak a készítése. A kiállítás ez év szeptemberéig tart nyitva. Minden hónapban egyszer porcelán péntek néven különböző a kiállításhoz kapcsolódó előadásokat tartunk. Ez a porcelán hamisításról, a kortárs porcelán művészetről, a porcelánfestés történetéről, illetve technológiájáról nagyon sokrétű előadások. Ezen kívül porcelánfestő workshopot is szervezünk, amelyet egy hónapban többször is meg fogunk hirdetni.